Idén Nyíregyháza adott hont a háromnapos eseménynek, melynek nyitánya hétfőn a 62 könyvtárat magába foglaló egyesülés hagyományos évi közgyűlése volt. A házigazda az a felsőoktatási intézmény, melynek könyvtára 1481-ből való latin nyelvű ős nyomtatványt őriz legrégebbi kincsei között. Ez a könyvtár egy felsőoktatási és egyben szakkönyvtár, amely őrzi az egyházmegye kincseit is. Értem ez alatt, hogy számos, konkrétan 1500 körüli darabszámmal büszkélkedhet az a muzális gyűjtemény, amelyben 1850 előtt kiadott dokumentumok találhatók. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994-ben alakult, felekezeti hovatartozástól független ökumenikus egyesület. Az egyházi könyvtárak a legősibb könyvtártípus, hiszen könyvtára vagy egy egyházi közösségnek, vagy pedig egy egyházi, vagy egy világi méltóságnak volt. Tehát egészen ősi könyvtártípus, de hogyha csak a közelmúltra gondolunk, a 20. századra, akkor 1948 a fordulatéve és 1950 után az egyházi könyvtárak bezáródtak, és teljesen kihultak a könyvtári rendszerből és a könyvtári hálózatból, és a rendszerváltás után 1994-ben tudtak újra életre kelni, raktárakból megéledni, kutatókat fogadni. Az egyesülés célja az egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, a tapasztalatok kicserélése, továbbképzés, hiszen a történeti gyűjteményeknek is célja a megújulás és a megmaradás. A közgyűlést követő napon a könyvtáros és a könyvtárosság identitás változásáról hallhattak a szakemberek. A neves előadók között megjelent Fehér Miklós, a könyvtárintézet igazgatója is. Valójában ez egy olyan közösség, amely sokféle egyházi fenntartóval működtetett intézménycsokrot jelent, mintegy 60 intézményt Magyarországon, legalábbis ennyi adatszolgáltató van a statisztika szerint. És részükre is, az egyházi gyűjtemények részére is, de az egész könyvtári rendszer részére fejlesztettünk ki most egy új minőségügyi eljárásrendszer, és részben az tájékoztatom előadásom erről is fog szólni, hogy ebbe a minőségügyi minősítési rendszerbe hogy lehet belépni, hogy lehet jelentkezni, és hogy lehet sikeresen pályázni. A nyitónapon a Szent Efrém kórus koncertje nyújtott maradandó élményt a közönségnek. A folytatásban a múzeális gyűjteményekkel szembeni modern kihívások gyakorlati megoldásairól tartanak vitanapot a vendégek, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei templomtúra keretében búcsúznak, és felkeresik Mária Pócs, Nyír Bátor, Tákos, illetve Csaroda országos hírű templomait.